Bár odakint lassan térdig ér a hó, de ez mit sem számít a kézilabda szakosztálynak. Köszöntöm Gyula Jákos szakosztályvezetőt. Az őszi szezon lezárása után nem beszélgettünk, hanem most csinálnánk egy olyat, hogy összegezzük, hogy mi történt akkor, és beszélgetünk, hogy mi várható most a tavaszi időszakban. Tehát hogyan vagytok megelégedve a tabellán elért helyezéssel? Sok szeretettel köszöntöm én is a tévénézőket. Ahogy te is mondtad, egy mozgalmas fél éven vagyunk túl. Több-kevesebb sikerrel, de inkább azt mondom, hogy több sikerrel zártuk ezt a fél évet. Mozgalmas volt, mint számomra, ugye egy új feladatot kellett ellátnom, de próbálok megfelelni mindennek és mindenkinek, és legfőképpen a csapatok, hogy is mondjam, hát ha a csapatokat helyezem előre, hogy a csapatoknak minden feltétel adott legyen. Felnőtt szinten a férfi csapatunk 7. helyen tele, úgymond. A sorsolásunk nem volt a legkedvezőbb, azt hozzá kell, hogy tegyem. 4 hazai mérkőzésünk volt, és ugye aki nyomon követi a tévében is akár a hazai mérkőzéseket, azok láthatják, hogy a 4 hazai mérkőzést azt mind győzelemmel zártuk. Ugye voltak 3 hetes, illetve 2 hetes pihenőnk is. Ezek nem a legjobbkor jöttek, pont amikor úgymond kezdett volna beindulni a csapatnak a szekere, akkor mindig megtört a lendület, de hát ha tavasszal ez meg fog fordulni, mivel tavasszal 7 mérkőzésünk lesz idehaza, és 4 idegenben. Az ifjúsági csapatunk talán egy picit gyengében szerepelt a vártnál, de ott, ahol beszéltük is a szezon elején, ott nagyon sok mindenki távozott a csapatból, vagy éppen feljebb lépett a felnőtt csapatba, de nekik is egy jó alapozás követően én úgy gondolom, hogy egy jó eredményt fognak elérni, mert sokszor úgy volt, hogy az utolsó 5-8 percben csúszott ki a mérkőzés a kezükből. Egy jó alapozás után szerintem ezek a mérkőzések hozhatóak, akár egy Miskolc ellen, akár egy Berettyó ellen, úgyhogy oda kell magukat tenni a fiúknak. A női csapatunk végzett a legelőkelőbb helyen, ők a dobogón telelnek. Ha jól emlékszem, 3 vereségük volt, de abból 2 olyan mérkőzés volt, ami ha kicsit hosszabb a kispadunk, akkor szerintem meg is lehetett volna. Vagy ha... Nincs asztalos ismerősötök? Van, de ahhoz kevés. Vagy például volt egy olyan mérkőzés itthon a Nyírbától ellen, amikor 6-7 méteres hibáztak a lányok, és sajnos ez meg is bosszulta magát. A serülő csapatunk a 4. helyen, telel a 12 csapatos mezőnyből, az szerintem egész jó eredmény, pláne azt nézzük, hogy a csapat 80%-a még általános iskolás, ugye 2-3 éve idősebbek között játszanak, és ugye az utánpótlás csapataink is nagyon ügyesen szerepelnek, mindegyik csapatunk ott van az élmezőnyben, igaz, tabella már csak az U14-es, az U13-as korosztályban van, de ők is ott vannak a dobogón. Elkezdtük a felkészülést, amint láthatják a tévénézők is, ugye már a férfi csapatunk, a női csapatunk, a serdülő csapatunk és ugye a gyermekcsapatok is folyamatosan készülnek a tavaszi rajtra. Mikor kezdődik a bajnokság? A férfiak február 10-én kezdenek itthon. Hát egy hónap sincs már akkor. Hát már nincs egy hónap se, így van, ők heti 3 vagy esetleg 4 edzéssel, ugye már hétvégén edzőmérkőzés is lesz Nádudvaron, pénteken, jövő héten csütörtökön a Kisvárda érkezik hozzánk 18 óra 30-tól, úgyhogy arra várjuk a lelkes kézilabda szurkolókat. A női csapatunk március 4-i hétvégén kezd, ez még nincs lepontosítva, majd a szövetség fogja megmondani, hogy melyik hét. Nőnap alkalmából lejátszák az első bajnokit. Itthol játszanak? Nem, Kisvárdán fognak kezdeni. Igen, az nem lesz egy egyszerű móka, mert ugye a Kisvárda az NB1-es junior csapatát elindított a megyei bajnokságban, de én úgy gondolom, hogy ők is megtesznek mindent azért, hogy minden jobban szerepeljenek, és szerintem akár még meglepetés is születhet Kisvárdán, ha összekapják magukat. Ákos, te előtte edző voltál, játékvezető voltál, és bekerültél a mélyvízbe, így szakosztályvezetőként hirtelen egy csomó teher hárult a válladra. Hogy érzed, mennyire sikerült ezt a feladatot ellátod, illetve mennyivel több munkát, nyilván jóval több munkát fordítasz rá, hiszen megkívánja a feladatkör az, hogy foglalkozzál vele, menjél utána harcsat, hiszen, hogy mondtad, a te kezedben van a csapatok sorsa. Hát jóval több munkával jár, az tény és való, mint amit eddig kellett végeznem, ugyebár edzőként vagy játékvezetőként.
Említettem már, hogy furcsa volt az elején, amiben belecsöppentem. Rengeteg olyan emberrel és szövetséggel, akár a Borsodi Szövetséggel, vagy a Hajdúbéri Szövetséggel fel kellett vennem a kapcsolatot. Ugye látásból egy-két embert ismertem, de most már ugye olyan munkakapcsolatban vagyunk, ami szinte napi beszélgetéseket is kíván, pláne ilyenkor, amikor jönnek a sorsolások. Könnyen elfogadtak? Én úgy gondolom, hogy igen. Szerencsére negatív. Értelmes, intelligens ember, vagy nem is lett volna nehéz ezt nem megtenni. Így van, szerencsére. Hát egy negatív visszajelzés nem hallottam, még remélem, hogy nem is lesz. Tényleg én arra törekszem, hogy ezt a munkát 100%-osan teljesítsem, amit rám bíztak, és amit el is vállaltam. És tényleg arra törekszem, hogy minden csapatnak minden feltétel adott legyen. Játékosokkal milyen a kapcsolatod, akár a férfi, akár a női csapatokban? Úgy gondolom, hogy jó kapcsolatot ápolok a játékosokkal, mind a két nemnél. Így a férfiaknál volt ilyen összetartásunk, például a fiúk elhívtak paintballozni, nagyon jó kis munka volt, utána közös főzés, de a női csapattal is, ott is ismerek mindenkit, ugye van, aki még általános iskolás, és nap mint nap találkozok velük az iskolában, de ha nem is az iskolában, itt akár kint edzésen, ha bármi bajuk, vagy éppen nyűgük van, mindig megtalálnak, és megpróbálok mindenben segíteni. Váltás volt a csapat élén, az edző személyét tekintve Hadassany lett az új edző, be is mutattuk már korábban. Mennyire sikerül együttműködni, együtt dolgozni vele, és hogy látod, a fiúk mennyire fogadják el, mennyire néznek fel rá, mint szakember? Én úgy gondolom, hogy elfogadják a fiúk is, én is. Én nagyon jó kapcsolatot ápolok Sanyival, ugyebár ő is pedagógus, már ez egy közös pont kettőnknél, és ő is edző, ugyebár. A fiúk is szerintem elfogadják, már most kezd úgy alakulni és úgy formálódni a csapat, ahogy azt ő szeretné szerintem, de ő ezt el is mondta a nyár folyamán, hogy ahhoz, hogy amit ő szeretne megvalósítani ennél a játékos állománynál, ennél a csapatnál, az körülbelül 8-9 hónap. Reméljük, hogy tényleg úgy készül a csapat, és úgy arra teszi magát, hogy februárban ez már mutatkozni fog eredményekben is, ugye, mert az első forduló az egy fehérgyarmati mérkőzés, ami az mindig kis parás hangulatú szokott lenni, akár Fehérgyarmaton, akár Vasváriban. És most hol lesz az a meccs, Fehérgyarmaton? Ez itthon lesz Vasváriban. Itt van, hát akkor itt a szurkolótábor mögöttetek. Van, kell őket is izzítani, a szurkolótábort is, hogy jól kezdjük a bajnokságot, és utána menjünk tovább azzal a lendülettel. Új igazolások szempontjából hogy néz ki a csapat? Marad a régi gárda, vagy kellett itt-ott cserélgetni? Igazándiból marad a régi gárda. Egyetlen egy személyi változásunk van, a Földi Istvánt igazoltuk, de őt még november környékén, mivel a Kaibás Mátyás ő kiesett, sajnos meg kellett műteni gerincsér miatt. Úgyhogy az ő szezonjának sajnos vége, őt a múlt héten műtötték meg, ezután is jobbulást kívánunk Matyinak. Reméljük, hogy minél hamarabb visszatér. És a Szögi Roland balódik sérülése, neki is volt egy apró műtét, de ő már jövő héten munkába áll. Igazolni szerettünk volna, de nem sikerült, úgyhogy ezzel a játékos állománnyal vágunk neki. Reméljük sérülés nem fog minket hátráltatni, és akkor odaér a csapat a dobogóra, mivel ez a kitűzött cél. De egyáltalán lett volna értelme igazolni úgy játékos, hiszen itt vannak azok, akik már régóta itt játszanak, és nem igen hiszem, hogy az lenne a cél, hogy megnyerjétek a bajnokságot, tehát kár lett volna megbolygatni a csapatot, nem? Nem is akartuk a csapatot megbolygatni, igazániból Sanyi elképzelés az lett volna, hogy belső posztra kellett volna még egy ember, mert ugye Kovács Laci is sérüléssel bajlódott, neki is elvileg műtét kell lenni, de ő most nem vállalja be. Reméljük, hogy végig tudja csinálni, mert ő a védelem alapembere, és ugye nagyon kellene oda a csapatban. Úgyhogy nem akartuk nagyon bolygatni, azért nem akartunk bárkit is igazolni, hogy a helyi fiatalokkal elvegye a lehetőséget. Lehet haza kellene hívni a vasvári játékosokat, nem? Borbé, Ádámot, Bohács Sanyát, és még sorolhatnám Csontos Mátét, aztán Munkácsi Mátét. Akkor talán még az NB1-be is elérhető lenne, vagy éppen a Borbé, Ádám, nem tudom éppen. A Vrányos mester elengedi az EB-ről. Hát van annyi gyakorlata most ott, hogy nem igen kell itt edzeni. Igen, most az neki nem hiányzik. Hát persze jobb lenne, vagy hát nagy értelme a vasvári játékosoknak, meg egész vasvárinak, ha őket haza lehetne csábítani, de szerintem ez most jelen pillanatban nem megoldott, vagy nem megoldható. Ákos, az elnökségnek milyen célkitűzése van? Megcéloztátok a dobogós helyet, vagy úgy vagytok vele, hogy lehetőleg minél jobb helyen nincs konkrét célkitűzés? A konkrét célkitűzés az első három hely volt, ugye ezt augusztusban
közöltük a játékosokkal is, és ugye Sanyival is. Jelenleg ugye már 7. helyen vagyunk, de 3 ponttal vagyunk lemaradva a dobogótól. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha a hazai mérkőzéseket tudjuk úgy hozni, ugyebár ahogy most, akkor megoldható és megvalósítható ez az eredmény elérése. Így a megítélésed szerint ki a bajnok esélyes? Elég rabszurdikus a bajnokság. Számtalan olyan mérkőzés volt, csak mondok egy néhány példát. Mi kikaptunk Fehérgyarmaton, aztán a Nárnás megverte a Gyarmatot, mi megvertük a Bőcsöt, a Bőcs megverte a Hajdunánást. Szóval innentől kezdve senkire nem mernék fogadni. Azért mondom, hogy mindenki egyensúlyozottabban kell játszani a csapatnak, és akkor szerintem a dobogó elérhető. Most zajlik a férfi kézilabda Európa-bajnokság. Túl vagyunk a spanyolokon, és a csehek előtt állunk. Hogy látod, egy kis esélylatolgatás nem lesz egyszerű? Biztos, hogy nem lesz egyszerű. Hát ez a cseh győzelem nem jött nekünk a legjobbkor, hogy tegnap megverték a dánokat. Én 28-23-at tippeltem. Ugye van a Facebookon egy tippelős játék, hogy 5-tel fogunk nyerni holnap. Remélem, hogy ez így is alakul, és tovább jutunk. Ugye mindenki láthatta, hogy sokan mondják, hogy 40 percig partiba voltunk a dánokkal. Igen, partiba voltunk, de a spanyolok ellen ott voltunk akár 60 percig. Mindig hiányzott egy hajszál ahhoz, hogy átvegyük a vezetést. Én úgy gondolom, hogy a 3-szor is döntetlenre hozták a fiúk a mérkőzést. Ha ott egyel el tudunk menni, szerintem ott a lélektani előny nálunk van, és akkor be tudtuk volna húzni a mérkőzést. Hát azt a hajszálat nem Balogh Zsolti fogja adni, azt hiszem. Hát nem valószínű, nem valószínű. Esetleg a Nagy Laci adhatná, de ő kívülről nehezen. Mit vártuk a csapattól a tavaszi szezonban? Ugye a helyezést megbeszéltük. Tehát az, hogy kialakul, összeforr egy olyan gárd, akivel lehet számolni a jövőben is, vagy pedig van esély arra, hogy mire kialakul egy jó csapat, akkorra megint sújt benneteket az elvándorlás. Hát reméljük, hogy ez nem fog megvalósulni, ez az elvándorlás. Szeretnénk tényleg egy jó csapatot összerakni. Én azt mondom, hogy tényleg a magas körülbelül 3 éve együtt van. Ugye egy-két játékos érkezett hozzájuk, de én úgy gondolom, hogy mindenki megtalálta a helyét, mind a csapatban, mind a közösségben. Egy nagyon jó közösséget alkotnak a fiúk. Mérkőzés előtt, mérkőzés után együtt, ha kell, együtt búsulnak sajnos. Uh-huh. Volt erre is példa, ha kell, akkor együtt örültek. Ugye volt a füzesabonyi győzelem, ami bravúros volt, mikor Kornél 4 másodperccel a vége előtt büntetőt hárított, és így nyertünk egyel. De sorolhatnám még, hogy tényleg egy nagyon jó társaság, és reméljük, hogy egybe is maradnak. Szerintem ez is lesz a cél. Nem akarok turkálni a szakosztály kasszájában, de anyagilag hogy álltok? Sikerül a bajnokságot végigvinni, vagy abszolút nincsenek olyan gondok? Nincsenek olyan gondok szerencsére. Ugye, ahogy beszéltük, az előző riportnál is van ez a TAO-s pályázat. Szerencsére megint nyert a pályázatunk, úgyhogy megoldottnak látszik ez a része. Ugye ez rengeteg mindent lefedi az utazásokat, az úti csomagoktól kezdve, nagyon sok mindent, és ezt ebből tudjuk finanszírozni. Ugye vannak a támogatóink, a PIK 2000, a Tiszamak Kft., a Pentaker, ők ugye szponzori támogatást is nyújtanak a csapatnak, és ezekből tudjuk fedezni a felmerülő költségeket. Néhány szó a közönséghez. Mindenkit várunk sok szeretettel február 10-én a Fehérgyarmati elleni mérkőzésre, és nem csak a felnőtt férfi mérkőzésekre, hanem jöjjenek buzdítani az ifjúsági csapatot is, és a női csapatot is minél többen, és hajrá Vasvári!